Üdvözlök mindenkit! Kis Gergely vagyok, a Matta Kis Consulting Kft-től, és az előadásom címe Sötétben gördülő Android. Reméljük, hogy az előadás végére kiderül, hogy miért ez lett a címe. Először egy rövid bemutatkozás. A Matta Kis Consulting Kft-nél főleg szoftverfejlesztéssel foglalkozunk, a legkülönfélebb platformokra, egészen a mobileszközöktől egészen az Enterprise Java alkalmazásokig. És Androiddal már a megjelenése óta foglalkozunk, nem csak alkalmazásfejlesztőként, hanem platformfejlesztőként is. Miről lesz ma szó? Először egy rövid pillanatkép az Android jelenlegi helyzetéről, hogy milyen helyzetben van a mobileszközök piacán, illetve utána megnézzük, hogy merre tud tovább lépni, milyen új piacokat tud esetleg meghódítani. Aztán végig gondoljuk, hogy miért lehet érdemes Androidot használni, mondjuk beágyazott Linux helyett, mik az előnyei, mik az esetleges hátrányai. Ezután megnézzük, hogy autóban hol használhatunk Androidot, milyen módokon, illetve bekukkantunk a kijelző nélküli eszközök világába is, hogy itt hogyan tudjuk az Androidot felhasználni. Az látható, hogy az Android már abszolút domináns szereplő lett a mobileszközök piacán. Az IDC harmadik negyedéves jelentése szerint 75%-os részesedés az egész világon az okostelefonok piacán, míg a Comscore jelentés szerint, ami az USA piacot nézi, ott is bőven 50% fölötti a részesedése. Világos kékkel látszik az iOS, vagy iPhone részesedés. Hát látszik, hogy az iPhone is egy elég jelentős tényező még azért a smartphone piacon, és ez nem is valószínű, hogy jelentősen változna. Ugyanakkor, hogyha a tablet piacot nézzük, itt azt látjuk, hogy az Apple az még mindig a piacnak az 50%-át, vagy még többet birtokol az iPad termék családdal. Itt ez egy olyan ábra, ahol cégenként van feltüntetve, tehát a másik oldalon az Androidot szállító cégek azok külön-külön szerepelnek. Itt az látszik, hogy ha összeadnánk, akkor hasonló részesedést kapnánk, mint az iPad. Ugyanakkor kérdéses, hogy például az Amazon Kindle családot azt úgymond igazi androidos készüléknek tekintjük-e, hiszen itt ugye nincs Google Play Store, vagy csak az Amazon Store térhetjük el, ami nem feltétlenül ugyanazokat az alkalmazásokat tudja tartalmazni. Ugyanakkor ez is Android operációs rendszert futtat, tehát tekinthetjük ezeket is androidos készüléknek. Merre tudunk tovább lépni Android szempontból, merre tud az Android platform tovább fejlődni? Az egyik alapvető irány az biztos, hogy a desktop piac lesz, tehát mégpedig az a része, akik csak internetezésre, dokumentumírásra esetleg használják a számítógépüket. Ugye ez az a szegmens, amit például a Chrome OS is megcélzott, de ugyanebben a szegmensben az Android is ugyanolyan alkalmas lenne, vagy lehetne. Ezen kívül egy új irány az autóipari alkalmazások, illetve egy másik új irány lehet a különböző mélyebben beágyazott alkalmazások, mint például a hálózati eszközök, ahol egy kijelzőről egyáltalán nem is beszélhetünk. És az előadásban erre a két irányra fogunk most főleg koncentrálni. Miért Android? Miért foglalkozunk ennyire az Androiddal? Hiszen ez is csak egy Linux. Miért ne használhatnánk simán beágyazott Linuxot? Illetve ugye felmerül itt a kérdés, hogy mit is értünk mi beágyazott Linux alatt. Tehát, hogyha a beágyazott Linuxot megnézzük, akkor ez mint fogalmat, akkor valami olyat kell elképzelnünk, hogy van előttünk sok doboznyi Lego, és ebből a sok Lego dobozból valamit összeépítünk magunknak, és ebből tudunk aztán terméket gyártani. Itt ugye külön ki kell választanunk, hogy melyik kernel verzió, külön ki kell választanunk, hogy milyen lipcét használjunk, milyen rendszereszközöket, bár itt a BusyBox az eléggé egyedülalkodó, illetve hogy milyen alkalmazásokat pakolunk bele majd a termékünkben.
Természetesen itt is vannak terjesztések, akik azon dolgoznak, hogy könnyebb legyen a dolgunk, tehát ne kelljen mindent nulláról kezdenünk, de ezek elég egyediek, eléggé különbözőek. Itt van például az OpenVRT, Open Embedded, ELDK, vagy éppen a MIGOM és a Tizen, amik most kezdenek jobban elterjedni. Azonban olyan egységes apiról, mint az Android esetében, egységes fejlesztőkörnyezetről nem beszélhetünk. Itt inkább egyedi megoldásokról van szó, ugyan Linux mindegyik, tehát hogy egy jó Linux fejlesztő tud vele dolgozni, de mégis ez a költségekben megjelenik, hogyha ő eddig mondjuk MIGO-t használt és át kell váltani OpenVRT-re, azért minden egy picit máshol van. Mit nyújt az Android ezzel szemben a fejlesztőknek? Az Android egy egységes platformot nyújt, ott van egy Linux kernel benne az Androidos fejlesztések, van egy egységes Eclipse alapú fejlesztőkörnyezet, amit kényelmes használni, van egy egységesített debug környezet, amivel jól el tudunk dolgozni. Ugyanúgy nagyon gazdag API-ja van, ami minden Android verziónál megtalálható, egységes a user interface keretrendszere is. Hogyha kicsit átmenjünk a felhasználói oldalra, érdemes azt is megnéznünk, hogy mi az, amit az Android a felhasználók számára nyújthat. Az egyik az, hogy nagyon hasonló lesz, hogy az androidos eszközök kezelőfelülete még akkor is, hogyha a gyártók előszeretettel variálják át, hogy mégse találjunk meg olyan könnyen mindent rajta. Ugyanakkor az egy nagy segítség, hogy külső alkalmazásokkal mégis tovább tudjuk fejleszteni az eszközünket, illetve a nagy verseny miatt a fejlődés is szédületesen gyors. Ugyanakkor hiába használunk Androidot, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy az eszköz biztosan nyílt lesz. Tehát az, hogy ráírják a dobozra, hogy ebben Android található, az nem jelenti azt, hogy biztosan arra az eszközre bármilyen alkalmazást, mint felhasználók, föl tudunk telepíteni. Ez a gyártónak a döntése. Nyilvánvalóan, hogy a felhasználóknak az a jó, hogyha a drága pénzen megvásárolt kütyűjükre azt tesznek fel, amit szeretnének, de ezzel szemben az egyes gyártók még mindig úgy gondolkodnak, hogy ők jobban tudják, mint a felhasználók, hogy a felhasználó mit szeretne, és ezért szeretik bekorlátozni, hogy csak bizonyos alkalmazás sztorból származó alkalmazást lehessen felrakni, csak bizonyos funkciók lehessen elérhetők, és így tovább. Ez egyébként a Linuxra is igaz, tehát pont nem olyan régen volt hír, hogy a Boxy nevű média lejátszónak az új verziója még kevésbé fogja támogatni a különböző hackkeléses fejlesztéseket, mint egy korábbi verzió, pedig pont abban azért alakult egy jó közösség a Boxy köré, mert lehetővé tette az ilyen pluginek fejlesztését, és az új verzióból ezt szinte teljes egészében ki akarják venni. Ugyanakkor muszáj végiggondolnunk azt is, hogy miért ne használjunk Androidot a fejlesztéseinknél. Először is ugye ez egy Google által vezetett fejlesztés, tehát ha ez nekünk problémát jelent, akkor nem tudjuk az Androidot választani. Emiatt is nincs nyilvános úti terv, jövőkép, tehát tudjuk azt, hogy a Google pontosan tudja, hogy mit szeretne 1-3-5 év múlva az Androiddal csinálni, de ezt nem igazán köti senkinek az órára, még a viszonylag nagy partnerei órára sem. Ez elég jelentős bizonytalanságot tud okozni a fejlesztő közösségben. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy az Android sem mindenható, nem alkalmas minden feladatra. Bizonyos esetekben nagyon is hasznos a beágyazott Linuxnak az a tulajdonsága, hogy minden kis csavart ki tudok benne cserélni, és abszolút a saját képemre tudom formálni. Lássuk, hogy az Androidnak hol lehet helye az ajtóban. Hát egyrészt lehet helye a különböző belső vezérlőrendszerekben, ez azonban minket nem igazán érdekel, ez az autógyártónak az egyéni döntése, hogy ő tesz-e ilyet, hogy őnek ilyettől
olcsóbb lesz, gyorsabb a fejlesztés. Valószínűleg nem fogják hirtelen kidobni a sok 10 éve fejlesztett rendszereiket, úgyhogy mi is levesszük ezt innen az ábráról, és koncentrálunk azokra a részekre, amik a felhasználók számára is elérhetők. Tehát egyrészt az, amikor autóba beülünk a tabletünkkel, vagy az androidos telefonunkkal, és aztán ezt vagy rárögzítjük a műszerfalra valahogyan, vagy fogjuk a kezünkbe, remélhetőleg csak akkor, ha utasok vagyunk. Vagy pedig műszerfalba építve is előfordulhat, ugye egyre többször az, hogy egy androidot tartalmazó autóba szállunk be. És itt érdemes egy új rövidítést megtanulni, az az IVI vagy EV, ami az In-Vehicle Infotainmentnek a rövidítése. Ez gyakorlatilag mára megtestesít mindent, amit az autó felé, mint felhasználó felé közvetít. Egyrészt maguk a vezetéssel kapcsolatos információk, másrészt a különböző szórakoztató elektronikai eszközök, ugye zenehallgatás, videónézés, internetezés, ugye ezek is inkább az utasok számára, megint csak remélhetőleg. Aztán, ha a vezetőt nézzük, akkor az intelligens GPS, ami tudja azt, hogy mennyi benzin van még az autóban, és szól, hogy ennél a benzinkútnál mindenképpen meg kéne állni, mert a következőig már nem érünk el, és így tovább. De gyakorlatilag az infotainment, ez az egész autót átszövi. Hogy működik ez belülről? Egyrészt vannak a külső-belső szenzorai a gépjárműnek, aminek az adatait közvetíti a rendszer a felhasználó fele, illetve ott van a felhasználó felület, a különböző nyomógombok, a kijelzők, amiket tudunk használni az autó műszerfalán, illetve most már ugye a fejtámlákba épített kijelzőket a hátsó ülésen ülő utasok számára is. Illetve ugyanígy megvan a kommunikációs csatorna a GPS, illetve GSM rendszerek felé, illetve Wi-Fi az autón belül. És az egész rendszernek az agya pedig a fejegység, ami ugye ez volt, ami régen csak a rádió volt, és ma már ugye ennél sokkal több funkció, gyakorlatilag teljes szórakoztató és információs központnak az agya. Korábban olyan rendszerek voltak, ahol egyetlen agy volt, és több kijelzőt is meghajtott, tehát a hátsó ülésekhez kapcsolódó kijelzőket is egy rendszer szolgálta ki. Most már inkább arra felhaladunk, hogy a hátsó kijelzőknek azok külön agya van, külön központi egysége, és a gépjármű fejegysége az csak a kommunikációt biztosítja számukra. Hogyan kommunikál az autóval ez a sok kütyű, amit beépítünk, hogy hogyan éri el a különböző nyomógombokat és motoradatokat? Ez a CAN busz, ami eredetileg a 80-as években fejlesztettek ki pont autóipari felhasználásra, de már sokkal több mindenre használjuk, sokkal több helyre bejutott, itt a különböző ipari automatizálásokról lehet szó, más járműcsaládok, például hajókon is előszeretettel használják. Ez egy hibatűrő, üzenetküldésen alapuló megoldás. Egy modern autóban nem egy, hanem sok CAN busz található, amik egymástól szeparáltak a funkciónak megfelelően, ugye a motorvezérlés meg a fék pedálnak az állapotát, az nem szerencsés, hogyha egy buszon küldjük azzal, hogy most éppen milyen rádióállomást szeretne hallgatni a kedves vezető, mert a fontossága azért eltér a két funkciónak. A protokoll szabványos, tehát a CAN busznak a protokollai azok szabványosak, viszont maguk az üzenetek azok nem, tehát hogy milyen üzenetek érkeznek, azok nem szabványosak, azok a gépjármű gyártónként különböznek, és ezeket nem is nagyon szeretik publikálni a nyilvánosság számára. Mégis van egy
nagyon kis része ezeknek az üzeneteknek, amik viszont szabványosak. Ezeket a szervízben tudjuk kiolvastatni általában, ez az, amikor rádugnak valamit az autóra, az úgynevezett OBD portra, ami a műszerfal alatt található általában. Erről kiolvasnak például hibakódokat, illetve amikor működik a motor, akkor a valós időben tudják figyelni a különböző szenzorértékeket a motoron belül. Ez hát főleg azoknak érdekes, akik vagy ugye az autók megjavítással foglalkoznak, vagy tuningolni szeretnék különböző megoldásokkal, de ma már egy egyszerű androidos telefonnal is hozzá tudunk ehhez férni, meg egy ilyen kis kütyüvel, amit gyakorlatilag be lehet dugni az OBD portba, és ezután a Bluetooth-on keresztül a kernüzeneteket át tudja küldeni az androidos telefonunkra vagy tabletünkre. És itt látszik is néhány képernyőkép a Play Store-ból letölthető alkalmazásokról, hogy mégis miket lehet elérni ezekkel az eszközökkel, bármilyen autóval. Ami miatt ez a konkrét eszköz érdekes, az, hogy mint korábban említettem, több CAN busz van egy autóban, és ez a konkrét OBD Link, ez képes a General Motorsnak a saját GM LAN nevű hálózatát is elérni, illetve a Fordnak a hasonló Ford specifikus hálózatát, amin hogyha sikerül visszafejteni a megfelelő üzeneteket, mint ahogy ezt gondolom kitaláltatok, elég sokan meg is tették, akkor sokkal több információhoz lehet hozzájutni, illetve akár olyan dolgokat is meg lehet tenni, hogy a ajtót nyitjuk, csukjuk, illetve egyéb gomnyomásokat szimulálunk ezekkel az eszközökkel. Ez ugye hobbi szempontból érdekes, de ugyanúgy nagyon érdekes az, hogy hivatalos androidos rendszerekkel jelennek meg már új autók. A legújabb talán a Renault-nak az AirLink rendszere, ami már a 4-es Clio, azt hiszem 4-es a legújabb Clio-ban ezt lehet megvásárolni. Ez is egy Android alapú megoldás. Sajnálatos módon ez is egy zárt rendszer abból a szempontból, hogy csak a Renault-nak a saját App Store-jában lévő alkalmazásokat lehet rá feltelepíteni. Ebben körülbelül 50 alkalmazás van jelenleg benne. Hát valószínűleg ez a szám természetesen nőni fog a későbbiek folyamán. Ugye a bal oldalt látjátok a Saab-nak az IQ-on rendszerét. Elvileg a Saab az ugye csődbe ment. Viszont most vannak hírek arról, hogy felélesztenek bizonyos részeit ilyen elektromos autógyártás kapcsán, és ez az IQ-on rendszer, amit annak idején bemutattak, ez pont arra a Phoenix nevű platformra épül, amit most úgy tűnik, hogy fel fognak éleszteni. A másik oldalon pedig a Parrot cégnek az Asteroid nevű, szinte Androidra épülő ilyen aftermarket megoldásra látható, tehát utólag is tudunk androidos eszközt építeni az autónak. Vannak olyan termékek is, amik a hátsó ülésen ülők szórakoztatását hivatottak segíteni. Itt két példát raktam fel a szlájdra. Természetesen a Linux oldal sem tétlenkedik. Hát egyrészt a nagy autógyártók és különböző telekom cégek létrehozták a Genevi Alliance-t, aminek célja, hogy a nyílt forrású komponensek jobban elterjedjenek az autóiparban, és egy olyan platformot hozzanak létre, ami utána több gyártó számára is referencia implementációként szolgálhat. Tehát, hogyha én egy autóipari beszállító vagyok, akkor tudom, hogy melyik specifikációt
kell megvalósítanom, és az akár több autógyártó számára is eladható marad. Ennek a GenEV platformnak is egyes komponensei már nyílt forrásúak, illetve ígéretet tettek arra, hogy a további komponenseket is ki fogják adni. A Linux Foundation is létrehozta az Automotive Grade Linux munkacsoportját, tehát ők is közelével dolgoznak azon, hogy a Linux mint olyan az egy valós alternatívává váljon az autóipari alkalmazásokra. A Tizen, illetve a Migo disztribúcióknak is van autóiparba szánt változata. Az alsó két képen egy-egy Migo alapú termék látható, amik már most elérhetők a piacon. Még két projektet szeretnék kiemelni, amik ugyan nem piacon kapható termékek, viszont mégis meghatározhatják azt, hogy merre halad majd a piac jövőben. Az egyik a Fordnak az OpenXC kutatási projektje. Ez egy nyílt forrású Android alapú keretrendszer. Az benne az érdekes, hogy nem csak a szoftver nyílt forrású, hanem a hardware is. Konkrétan készítettek egy Arduino alapú CAN konvertert, amit szintén ebbe az OBD portba lehet bedugni az autóban, és utána USB, illetve Bluetooth csatornán keresztül ezeket a CAN üzeneteket továbbítja, már átkonvertálva egy JSON alapú protokollba a különböző androidos eszközök felé, és az androidos eszközökhöz pedig készítettek egy olyan apit, ami ezeknek az üzeneteknek a felhasználását nagyon kényelmessé teszi. Ez azért jó, mert ez a JSON alapú protokoll, ez egy viszonylag magas szintű protokoll, tehát nem az alacsony szintű CAN üzenetekkel kell dolgozni, hanem olyanokkal, hogy most éppen 53,2 km/h-val megy az autó. Tehát nem kell annyira alacsony, és akkor, alacsony szinten gondolkozni, mint a CAN üzeneteknél, hanem már egy előfeldolgozott adathalmazt kapunk, vagy adatfolyamat kapunk az androidos eszközünkön. A másik ok, ami miatt ez egy jó architektúra, mert mint mondtam korábban, a gépjárműgyártók nem szívesen adják ki a CAN üzeneteiknek a forráskódját, illetve a specifikációját. Itt sem teszi meg ezt a Ford, hanem azt mondja, hogy ő ugyan kiadja a CAN konverternek a hardware leírását, kiadja hozzá a szoftvernek a forráskódját is, amit az Arduino-ba kell betölteni, viszont azt a kódrészt nem adja ki nyílt forrású formában, ami az ő speciális üzenetének a konverzióját csinálja, ezt csak bináris formában teszi elérhetővé, de így is legalább tudjuk a gyakorlatban használni. És ezt elvileg bármely más autógyártó is megteheti, hogy az ő CAN üzeneteit így elérhetővé teszi, úgyhogy erre a JSON alapú protokollba lehessen használni. A másik projekt, amiről szeretnék még beszélni, ez a Webinos. Ez egy EU által támogatott projekt, ugye EU projektnél sose lövünk is vadra, hanem mindig a nagy problémákat szeretnénk megoldani, hát itt is erről van szó. Nem csak az autóipari alkalmazásokra koncentrál, hanem mobileszközök, tévék és gyakorlatilag bármilyen kütyű, ami adatokat szeretne velünk megosztani. Ez egy HTML5, illetve JavaScript alapra épülő keretrendszer, aminek vannak natív kiterjesztései, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ha van egy speciális funkció egy adott hardveren, amit szeretnénk, hogy elérhető legyen a platformon, akkor annak megírjuk a natív kódját, amivel azt lehet vezérelni, és utána ehhez készítünk egy JavaScript apit, amivel a Webinos alkalmazások azt el tudják érni. Itt a képen egyébként egy BMW látható, vagy BMW-nek egy koncepciója, hogy ők hogy képzelik el, hogy ezt a Webinos rendszert hogy lehetne használni az autón belül.
Amellett, hogy a különböző eszközök ugye különböző képességekkel, különböző apikat tudnak megvalósítani, egy nagyon fontos kérdése ennek a projektnek, hogy hogyan tudnak ezek az eszközök biztonságosan kommunikálni. Itt ugye nem csak arról van szó, hogy akkor SSL-lel titkosítunk mindent, hanem arról is, hogy egy adott adat, ami érkezik egy valamilyen eszköztől a nagyvilágból, megbízhatunk, hogy tényleg ő küldte, hogy helyese az adat, és frisse, egyáltalán tudjuk azt még bármire használni, vagy csak egy elektromos szemét érkezett. Ez egy nyílt forrású platform egyébként, tehát le tudjuk tölteni, GitHub-on fönt van, és ki is tudjuk próbálni. Érdekesség, hogy nem olyan régen volt egy alkalmazás verseny, ahol egy magyar kolléga az első ötben végzett, tehát innen is gratulálunk neki. De még nem fogadnak be patch-eket, tehát egyelőre még külső fejlesztőktől nem fogadnak el továbbfejlesztéseket a platformhoz, tehát persze alkalmazásokat már most is lehet hozzá készíteni. Ennek a webinarsnak sem az a célja, hogy ebből a kész termék legyen, hanem itt is az a célja, hogy a jövőbeni rendszerekhez egy kutatási platformot nyújtson. Ha össze szeretnénk foglalni ezt a témakört, hogy az Androidot hogyan tudjuk az autón belül használni, akkor egyrészt azt látjuk, hogy a nyílt forrású megoldások felé fordulnak a különböző autógyártók. Ennek egyik irány az Android egyértelműen, a másik irány pedig a hagyományos beágyazott Linux disztribúciók, illetve a Genevi Alliance-nak a munkája. Ezek egyébként nem feltétlenül egymást ütő dolgok, tehát elvileg az androidos eszközt is lehet Genevi kompatibilissé tenni, hogyha szeretnénk. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a felhasználók számára is nyíltak lesznek ezek a rendszerek, tehát a nyílt forrás itt elsősorban az autógyártóknak a költségcsökkentő törekvéseinek az egyik eszköze, és nem azt jelenti, hogy mostantól akkor hackelni tudjuk majd az autónkban a különböző műszereket, hanem olcsóbban, illetve nagyobb versenyben tudják majd a különböző beszállítóktól kiválasztani megfelelő komponenseiket az autógyártók. Egyelőre zárt alkalmazás sztóroknak a megjelenése várható, ugyanúgy, ahogy a Renault-nál is láttuk. Ugye az egyik ok, amit mindig emlegetni szoktak, az a biztonság, tehát hogy ne lehessen bármilyen alkalmazást megjeleníteni a képernyőn, amik közben vezetsz. Másik pedig a minőségbiztosítás, hogy a haszontalan alkalmazásokat azokat kiszűrjék. Ezek természetesen jó érvek, tehát valóban fontos az, hogy ne videót nézzen meg Angry Birds-ezzen a kedves sofőr úr, hanem a vezetésre koncentráljon. Azonban azt is figyelembe kell venni, hogy itt a vezetők azok alapvetően felnőtt emberek, és képesek számukra előnyös döntéseket is hozni, tehát úgymond a piac az elég jól tudja ezt is szabályozni, hogy mi lesz az, amit használnak az emberek az autóba vezetés közben, és mi az, amit nem. És azt is figyelembe kell venni, persze, hogy a zártsággal azért a saját termékvonalukat is tudják védeni a gyártók, tehát hogyha egy nagyon nyílt hardware platformot létrehoznak, és beleteszik az autóba, akkor előfordulhat, hogy egy sokkal olcsóbban egy külső gyártó el tud készíteni olyan kényelmi funkciókat, amiket esetleg csak egy magasabb gépkocsi osztályban sokkal drágábban ajánlana maga a gyártó. És ez nem biztos, hogy a gyártó számára jó dolog. Ugorjunk át a kijelző nélküli eszközök világába. Ezek ugye mindenféle hálózati eszközök, média megosztó eszközök, amiket a lakásban vagy akár az üzletben használunk.
mire használhatnánk itt az Androidot? Ugye az egyik dolog az az, hogy ezeknek az eszközöknek a jó része most is ugye Linuxot futtat, és mondhatjuk azt, hogy a kicsit is hozzáértő felhasználóknak egy jó része, ha szükséges, akkor kicserélik a gyári szoftvert OpenVRT-re, vagy az adott eszközhöz készített nem hivatalos disztribúcióra, és már ezzel is sokkal több extra alkalmazáshoz férnek hozzá. Tehát, mert látszik azt, hogy ez a fajta piaci igény, ez létezik. Tehát az Android az a gyártóknak arra adna lehetőséget, hogy egy olyan környezetet tudjanak szállítani ezekkel az eszközeikkel, amik számukra nem jelent nagy befektetést a kifejlesztés. Ugye itt a nehezét már megcsinálta az Android, tehát az, hogy lehessen alkalmazásokat telepíteni, hogy ez relatíve biztonságosan történjen meg, hogy lehessen definiálni, hogy egy alkalmazás az milyen erőforrásokat ér el ugye a különböző jogosultságokkal a telepítéskor. Tehát ezeket már az Android mind tudja, és ezek nagyon hasznosak lennek egy ilyen hálózati eszköznél is, mint mondjuk egy média megosztó, vagy egy router. Ugyanakkor a jelenlegi, mondjuk egy OpenVRT-nél ez a fajta biztonság az nincs meg, tehát ott, hogyha belépünk, ott mindenképpen rootok vagyunk, rootként telepítjük az összes alkalmazást, minden alkalmazás rootként fut, csak akkor nem, ha ő nem akar. Tehát nem az van, hogy a rendszer kikényszeríti, hogy saját magaként fusson, hanem fordítva. És ez azért biztonsági kockázatokat is felvet, főleg akkor, hogyha ugye a routerről beszélünk, ami az összes otthoni hálózati forgalmunknak a csomópontja, tehát azon keresztül kommunikálunk mondjuk az internettel. Hogyan tudunk kijelző nélküli Android ilyen rendszerhez jutni? Hát van először is egy mágikus kapcsolat, az a Build Tiny Android. Ezzel egy olyan rendszert tudunk csinálni, ami Java nélkül csak a natív szolgáltatásokat tartalmaz. Ez azért belefér 8 megabyte-ba kernellel együtt. De hát ez azért nem az az Android, amihez hozzászoktunk. A másik lehetőség az, hogy megpecseljük az Androidot, hogy ne induljanak el a grafikus felülethez kapcsolódó részek, és ebben az esetben egy teljes Java-val együtti Androidot kapunk. Ezt a rétegábrát szerintem szinte mindenki látta, aki Android előadást valaha látott. Mi történik, hogyha ebből mi szeretnénk egy kijelző nélküli Androidot csinálni? Hát először is kiadjuk be az összeset, ami a felhasználói felülettel foglalkozik. Kiadjuk a grafikus drivereket, ugye a hardware abstraction layerből, illetve a hagyományos alkalmazásokat, hiszen azok mind feltételezik, hogy valamilyen felhasználói felületünk van, úgymond hagyományos felhasználói felületünk az rendelkezésre áll. Ugyanakkor valamilyen felhasználói felületre szükségünk van, és erre értelemszerűen adja magát egy webes felhasználói felület. Egy központi HTTP szervizt elindítunk, és ez a HTTP szerviz annyit csinál, hogy elosztja a kéréseket a különböző alkalmazásokhoz. Itt látszik az, hogy az alkalmazások azok mind a saját felhasználójukként futnak, tehát nem kell nekik rootként futni ahhoz, hogy elérhetők legyenek a webről, hanem ezt a HTTP szerviz osztja szét számukra. Így egy olyan rendszert kapunk, ahol egy webes felületen keresztül mégis el tudjuk érni a különböző telepített alkalmazásokat, illetve egy package manager alkalmazással például további alkalmazásokat tudunk telepíteni. Miben különbözik ez a kijelző nélküli Android fejlesztés egy normál androidos alkalmazástól? Hát egyrészt nincsenek benne activity-k, mivel az activity-k azok a kijelzőhöz kötődnek, illetve a window managerhez. Tehát ezért, és az activity-hez kapcsolódó összes felhasználói felület
részt, mint a Vue-k, vagy az OpenGL, vagy a bemenetkezelés, ezek mind nincsenek. Amit tudunk egy ilyen alkalmazásban csinálni, az az, hogy szervizeket definiálunk. Ezek a szervizek ugye tudnak automatikusan is elindulni, illetve tudnak valamilyen külső hatással elindulni, például egy HTTP kérés hatással. De röviden ennyi, amit a kijelző nélkül Androidról el szerettem volna mondani. Ami elhangzott, megnéztük, hogy hol tart most az Android. Látjuk, hogy domináns szereplő a mobiltelefonok piacán, fejfej mellett halad a tabletek piacán. Merre tovább, milyen irányba tud továbbfejlődni, ugye egyrészt desktop irányba, erről most nem beszéltünk, másrészt a különböző járműveknek az onboard infotainment rendszerei felé, illetve a különböző beágyazott, mélyebben beágyazott alkalmazások felé, mint például a hálózati eszközök. Köszönöm szépen az eddigi figyelmet!